Különleges térkép a kanyargó Tiszáról, alul Tiszacsege felül árok tő. A folyószabályozás emlékeit is megismerhetik a látogatók a Kálai gyűjteményben. Emellett Széchenyi István relikviáit is kiállították. Szombaton a múzeum a készakáján Mozart operákkal várják az érdeklődőket 6-tól és fél 9-től. Mozart legismertebb operáinak a legszebb darabjait mutatják be az opera -operencia művészei. Ezek között a figaróházassága, a szöktetés a szerályból, és, vagy éppen a varázsfúvola darabjait hallhatják a látogatók. Dobtáros géppisztolyok és fotók az 56-os forradalomról. Ezeket is megnézhetik az érdeklődők a Józsa András Múzeumban. Emellett koncertekkel, slam poetrivel és stand-up comedyvel is várják a látogatókat szombat délután 4-től hajnalig. A mai nyíregyházi tájékoztatón elhangzott, kilenc helyszínen lesznek programok szombat este, a látogatókat pedig csihu Dottó szállítja egyikről a másikra. A Józsandás Múzeumban, a múzeumban magában is három helyszín lesz, tehát maga az épület, az udvar és az iparkamar de ezen kívül a levéltárban, a Káli gyűjteményben, a görög katolikus egyházművészeti gyűjteményben, a hittudományi főiskolai könyvtárában, a vízügyi gyűjteményben és a vasutas műfázban lesznek programok, tehát aki mindenki fog találni magának a saját szájízének megfelelő programot, ez biztos. Gyerekek etetik a kecskéket a Sóstói Múzeum faluban. Az intézményben nem szombaton, hanem Szent Iván éjjelin, azaz csütörtökön várják a látogatókat. Felé például Szabó Balázs bandája is. Hajnali fél egytől pedig busz hozza vissza az érdeklődőket a városba.